Gyermekek által készített fotók sorakoznak a megyeházán. A Hieroteusz Egyesület által meghirdetett Kamera Família pályázatra alsós kisdiákok képeit várták, melyek a nyár egy fontos családi pillanatát kapták el. Az első helyezett Simon Dominiknak közös balatoni nyaralásuk jelentett felejthetetlen élményt. Siófokon voltunk a fordított házba, és akkor az meg volt így fordítva, és nagyon jó volt, mert fejjel lefelé volt minden. A díjátadón a megyei kormányhivatal főigazgatója a családi értékekre hívta fel a figyelmet, kiemelve, hogy ezek jelentenek biztos alapot az életben. Magyarország legfontosabb alkotó eleme a család. A család az a legkisebb közösség, ami a szeretet közössége, és valóban el kell tudni azt mondani, hogy családok nélkül nem csak egy megye, hanem egy ország is gyenge és erőtlen. Látni kell azt, hogy mind a munkahelyek számára milyen fontos az, hogy kiegyensúlyozott kollégák dolgozzanak, és a hivatal szempontjából is elengedhetetlen az, hogy a családok otthon, nyugalomban és békében tudjanak együtt lenni, annak érdekében is, hogy minden kolléga ezáltal kiegyensúlyozott és jó teljesítő képességgel bír. A családok évét nem csak idén, hanem minden évben ünnepelnünk kellene, hangsúlyozta a megyei közgyűlés elnöke. Sesták Oszkár úgy látja, napjainkban sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni arra, hogy a családi értékek több teret kapjanak a nyilvánosságban. Az a meggyőződésem, hogy a családokat is reklámozni kell, a családi értékeket is reklámozni kell, hiszen a médiából, az egész környezetünkből, a reklámokból az áramlik minden csatornán felénk, hogy valósítsd meg önmagad, szólj arról az élvezetről, arról a termékről, amit meg tudsz szerezni, és akkor azáltal éred el a boldogságot. Ez korán sincs így, akik családban élünk, tudjuk, hogy a igazi boldogság a családokban lakozik, és hogyha minden más reklámoznak, akkor a családokat is reklámozni kell. Sesták Oszkár hozzátette, éppen ezért fontos a családokat érintő nemzeti konzultáció, mely, mint mondta, mindenki számára lehetőséget biztosít arra, hogy elgondolkodjon nem csak saját, hanem Magyarország jövőjéről is, és aktívan tegyen is érte.